Népszerű a kata, országos szinten már 300 ezer egyéni vállalkozó és cég választotta ezt az adózási formát. Megyei Primadíj. Kovács Judit író kapta az egyik megyei Primadíjat idén, őt magyar irodalom kategóriában jelölték. Megújult a Kazinci, több mint 150 millió forintból valósult meg az energetikai korszerűsítés. Egyre népszerűbb a kata adózási forma, már több mint 300 ezer egyéni vállalkozó választotta ezt az uniós szinten is példaértékű adózási módot. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Azért is kedvező a kata, mert 12 millió forintnyi éves bevétel alatt bárki beléphet ebbe az adózási formába. Az országgyűlés friss döntése alapján pedig, ha a 12 millió forintot sem haladja meg az éves bevétel, akkor az áfa alanyiságtól is mentesül a vállalkozó. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több mint 11 ezer egyéni vállalkozó adózik ilyen formában. 2018. január 1-től egy fontos változás lépett életbe a katázók számára. Az adózási forma bevételi érték határa 6 millió forintról 12 millió forintra nőtt, vagyis duplájára emelkedett. Évelején 9000 volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katázók létszáma, ez most 27%-os növekedést mutatva 11500 vállalkozásra nőtt. Az egyéni vállalkozók mellett ugye az ügyvédi irodák is beléphettek ebbe az adózási nembe, valamint ugye itt még 8 millió forint alatt áfa alanyiságot is élvezhetnek, illetve akik esetlegesen a 12 millió forintos értékhatárt, bevételi értékhatárt megharadják, azok, hogyha a 40%-os különadót megfizetik az e fölötti érték résznél, akkor természetesen ők is igénybe vehették ezt a katás befizetési lehetőséget. Ebben az adózási formában a főállású egyéni vállalkozó havi 50 ezer forint tételes adó befizetésére kötelezett, ezzel pedig minden terhét le is tudta. Ha pedig másodállásként választja ezt a formát, akkor ennek az összegnek a felét, mindössze 25 ezer forintot kell havonta befizetni. Ez azért is kedvező a vállalkozóknak, mert az egyes könyvelői munkákkal és különböző járulékok fizetésével sincs tennivalójuk, elegendő minden hónap 10-ig befizetniük az 50 vagy a 25 ezer forintot. A vállalkozásoknak nem csak a járulék fizetési kötelezettségük teljesül ezzel kapcsolatosan, hanem ugye a biztosítási jogviszonyuk is megvan, illetve a későbbi nyugdíjjárulék fizetésükre is lehetőséget kapnak, hiszen itt az idei évben 90 ezer forintról 94.400 forintra emelkedett a nyugdíjjárulék biztosítás lehetősége, illetve a kisebb összeg befizetése esetében jellemző ez a 25 ezer forintos tételes megfizetésnél, az 50 ezer forintos tételes adó megfizetésénél pedig 150 ezer forintról 158.400 forintra emelkedett ez a nyugdíjellátási alap. Nagyon sokan azért nem választották korábban ezt az adónemet, mert ugye kevésnek találták ezt az ellátási alapot, amely a későbbi években nem alapozza meg megfelelően a nyugdíjjárulékokat. Természetesen lehetőség van az idejében is arra, mint ahogy korábban is volt, hogy akár ettől is magasabb tételes adó fizetése mellett még magasabb járulék alap keletkezzen. Itt pedig konkrétan arról van szó, hogyha valaki 75 ezer forintot fizet havonta, akkor még inkább emelkedik a későbbi ellátási alapja. A kata népszerűségét az is okozhatja, hogy ezzel a formával a legkevesebb az adminisztrációs teher, illetve bárki elindíthatja egyéni vállalkozását az ügyfélkapus regisztrációjával, akár otthonról is. További kedvezmény, hogy a korábbi években, míg ha valakinek 100 ezer forintot meghaladó adótartozása volt, akkor automatikusan kikerült a katás rendszerből. Most már lehetőség van arra, hogy amíg a határozat jogerőre nem emelkedik, és rendezi az egyéni vállalkozó az elmaradását, akkor benne is maradhat ebben az adózási formában. 2023. december 31-ig marad a kedvezményes 5%-os áfa kulcs az új építésű lakóingatlannál. Többek között erről is döntött keddi ülésén az országgyűlés. A kedvezményes áfa azokat a 300 négyzetméternél nem nagyobb egylakásos lakóingatlanokat, illetve 150 négyzetméternél nem nagyobb többlakásos lakóingatlanban kialakított lakásokat érinti, amelyek idén november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek. Az országgyűlés emellett elfogadta az egyéni vállalkozások esetében az alanyi adómentesség érték határának 8 millió forintról 12 millió forintra emelését is, ami több mint 650 ezer adózónak jelenthet könnyebbséget.
Kovács Judit író kapta az egyik megyei Prima díjat idén. Őt magyar irodalom kategóriában jelölték. Műveiben a 20. század nagy traumáit dolgozza fel, mint például a háború, a gulág, az üldözések. Regényeihez számtalan interjút készített, hogy az alkotásaiban hű módon ábrázolja a történelmet. Kovács Judit 15 évig dolgozott a megyei levéltárban történész és levéltárosként. Amikor véget ért ez a szakasz az életében, még nem tudott úgymond szabadulni a múlttól. Levéltárosi munkája után kezdett el idős emberekkel életút interjúkat készíteni. 70 évestől kezdődően 100 éves megszólalója is volt az írónak. Beszéltek nekem a 20. század nagy-nagy traumáiról, háborúról, kulákküldözésekről, és így tovább, és ennek kapcsán olyan történeteket, olyan traumatikus történeteket hallottam, amelyeket levéltárosként, történészként, vagy egyáltalán hétköznapi emberként soha nem ismerhetünk meg, nem tanuljuk az iskolában, nincsenek dokumentálva, miközben pont a hétköznapi emberek élete adja ki a történelem egészét, ha így fogalmazhatok. Ahogyan ők megélték. Ahogyan ők megélték. A kollektív traumákkal terhelt 20. század az írónő regényeiben is nagy szerepet kapott. Kovács Judit szerint a múlt inkább dicső részére szeretnek az emberek emlékezni, pedig a hibáiból lehet tanulni. Amikor az író találkozott az általa megkérdezett személyek történetével, akkor tudta, hogy feladata van ezekkel. A háború után az első regényem Megtagadva címmel Nyíregyházán játszódik. És amit itt átéltek az emberek, az első légitámadásoktól egészen a nők megerőszakolásán át a Málenki robotra húcolásig tartalmazza. Nos, amikor elment a front, akkor elkezdték az orosz katonák Málenki robotra összeszedni az embereket. És az egyik férfinak elkapták a nagyfiát. Ő elment, hogy az orosz katonai parancsnokságra, hogy kiszabadítsa a fiát. Tudott beszélni velük oroszul, mert az első háborúban fogságban volt és megtanult. Azt mondták neki, elengedjük a fiadat, de 10 másikat állítasz helyére. Ez az ember 2 szovjet katonával járt házról házra, és ő mutatott rá arra 10-re. A 10-ből senki nem tért haza. A 80-as években nagyon beteg volt ez az ember, és haldoklott, de nem bírt elmenni. Küldetett egy Ilonka néni nevű személyet, egyedül ő volt életben az egyik elhúzoltnak a felesége. Ő azt mondta, elment hozzá, és azt mondta, hogy helyettük megbocsátok, de a lelki ismeretével maga számoljon el. Amikor kijött a kapun, szaladtak utána, hogy meghalt ez az ember. És amikor ezt a történetet én hallottam, akkor nem hagyott nyugodni sokáig. Az író saját munkásságát így jellemzi. A regényeim főszereplői kis emberek, akiket akár akarják, akár nem, elsodor a történelem. Hogy miként alakul a sorsuk, azt előre nem lehet megmondani. A hőstettek mellett mindig ott vannak a bűnök, a gyávasság és az árulás is. Közel 154 millió forintból újult meg a Kazinczy Ferenc tagintézmény épülete. A beruházás részeként homlokzati és vízszigetelés, nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés valósult meg. A projekt egy 1 milliárd forintos topos pályázat részét képezi. Nyíregyháza önkormányzata Európai Uniós forrásoknak és hazai pályázatoknak köszönhetően 1 milliárd forintos támogatást nyert a tulajdonában lévő épületek energetikai felújítására. Ez azokra az épületekre vonatkozik, amelyeknek üzemeltetése költséges és időszerű a korszerűsítésük. A cél az, hogy csökkenteni tudják az energiára fordítandó költségeket. Ebben már megújult 3 iskola. A Vasvári, az Rényi, a Sipkai, most itt a negyedik, a Kazinczy, a Mustárház, az önkormányzatnak a B épülete, az egyes számú idősek klubja, tehát több olyan közintézmény, amelynek a külső és belső infrastruktúrája elmaradott volt. És annak ellenére, hogy az önkormányzat nem a fenntartója az iskoláknak, az épületek az önkormányzati tulajdonban vannak, fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek, a tanulók, akik meg a tanárok, akik dolgoznak nap, mint nap és ide, az különböző iskolákba járnak ide a Kazinczyba, jobban érezzék magukat. Lehet látni, hogy a külső homlokzata, hogy megújult, azért sokkal szebbet az iskola.
Az esztétikai korrekción túl ez és a többi épület korszerűsítések köze 570 tonnával csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását évente, és csökken a primer energia felhasználás is. Ehhez a Kazinczy Ferenc tagintézmény 154 millió forintos fejlesztéssel járult hozzá. 2017. június 1-én kezdődött a projekt, teljes hőszigetelés történt színezéssel együtt, tetőszigetelés, radiátorcsere, illetve az akadálymentesítés, ami már nagyon időszerű volt az intézményünkben. Nagyon örülünk ennek a beruházásnak, mert már most érezzük a hatását, sokkal komfortosabb a benti életünk. A toppos komplex beruházás ezzel az intézménnyel a végéhez ért, már csak az utolsó simításokat végzik a szakemberek az épületeken. A magyar nagycsaládosok által igényelhető, jóváhagyott hiteltámogatások száma még az ezret sem érte el idén, derül ki a legnagyobb magyarországi bankok pénzcentrumhoz eljutatott adataiból. A nagycsaládosok 2018. január 1-től igényelhetnek 1 millió forintos jelzálog hitel kedvezményt minden harmadik vagy további gyermek születése után. Az érdeklődés azonban a felmérés alapján eddig elmaradt. A kormány ugyanis 17 milliárd forintos keretösszeg számolt 2018-ra, vagyis 17 ezer érintett gyermekkel kalkuláltak. Ezzel szemben kevesebb, mint 1000 ügyfél meglévő jelzálog hiteléből vonták le eddig az 1 millió forintos lakáshitel kedvezményt. Náluk az 1 millió forintos támogatás előtörlesztésként kerül felhasználásra, és elsősorban a tőketartozást csökkenti. Ennek köszönhetően a havi törlesztő részlet is kisebb lesz, illetve a futamidő végéig kifizetett kamatösszege is csökken. Kis esély van arra, hogy tavasszal nagymértékű belvíz problémákkal néz majd szembe Szabolcs megye, többek között ez is elhangzott a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által szervezett megbeszélésen. A télelei felkészülés egyik fontos alappillére, hogy az érintett társ és együttműködő szervezetek közösen gondolkozzanak. A megye szerepe azért is kiemelkedő, mert a határon túli magyarokért is felelősséget kell vállalni egy veszélyhelyzet esetén. Már hagyománynak számít a téli időszak előtti megbeszélés a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál. Ide várták az érintett társ és együttműködő szervezeteket is. A tavalyi felkészülés sikerességét jelzi, hogy idén, bár a tavaszt várták március közepén, március 17-én olyan hóhelyzet alakult ki, amelyben szükség volt a különböző szervezetek segítségére, közölte Varga Béla tűzoltó ezredes. A kormányhivatal fontos szerepet vállal a munkában, jelezte Polgári András főigazgató, aki köszöntőjében kiemelte, Szabolcs megyének a határon túli magyarokért is felelősséget kell vállalnia egy vészhelyzet esetén. A társszervezetek is túl vannak a téli felkészülés munkálatain, így például a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság 3600 fős állománya is. Két hétünk volt alapvetően a pedig felkészülési időszakunk, az egyik az állampolgárok irányába, ahol már a téli időszakaló felkészülést nem tisztán a rendkívüli téli, hanem a téli időszakaló felkészülést igyekeztünk felhívni a figyelmet, elsősorban a téli időjárásnak történő átállása, a közlekedéssel kapcsolatos dolgokra, hiszen mindenkit hazavárnak megyék útjaink. Természetesen mindezek lényegesen hatványozott akkor, amikor majd a hőmérséklet esetlegesen nagyon mélypont alá fog csökkenni, minuszokban tartósan bűszokba, illetve olyan rendkívül időjárási feltételek lesznek, ahol esetleg nagy mennyiségű csapadék, homonos eső, vagy esetleg hóállható. A másik szegmense azonban a személyállománynak a felkészítése, a technikának a felkészítése. Örömmel jelentettem, hogy ebben az évben, már tavaly is, de ebben az év elején, a megyei rendőrfőkapitányság szinte valamennyi szervezetértséget, kirendeltséget, kapitányságot egy rendkívül új és korszerű technikai frissítést kaptak. Járőgépkocsiban, terepjárő képességekkel amelyek kellő zálót adnak arra, hogy el tudunk jutni olyan helyekre is, ahol esetleg nehezebb megkerülhető. A statisztika alapján novembertől májusig van leggyakrabban árvíz vagy belvízveszély. A védelmi rendszereket felkészítették a szakemberek, közölte Dajka István, a Feti Vízig munkatársa. A árvízvédelmi rendszer készen áll a nagyvizek levezetésére is, jó karbantartottság jellemzi. 32 km-en van építés, jelen pillanatban is, az idő is kedvez neki, lehet, hogy még egy pár hétig folytatódni fog a földmunka. Ez Sziszakóról és Magosliget között, illetve a Kisvári hivatali híd környezetében van.
nyilván itt nagyobb odafigyelést igényel, egy esetleges árvíznél a kivitelezőkkel van is árvízvédelmi terv. Tavaly is volt decemberben árvíz, akkor is volt munka, szép simán le tudtunk vezényelni. Nyilván ez a terv tartalmaz minden elérhetőséget, a tennivalókat, és a kivitelezők is részt vesznek a védekezésbe szükség szerint. A belvízvédelmi rendszer is megfelelő, a csatornák teljesítő képessége is 70-80% körüli. Jelenleg csapadékhiány jellemzi az időjárást, a talaj vízszint mélyen van, így kicsi az esélye annak, hogy belvíz problémák legyenek tavasszal, de természetesen ezt nem lehet kizárni, tette hozzá Dajka László. Ötszettes mérkőzésen győzte le a bajnoki címvédőt a Fátum Nyíregyháza. A női röplabda extraliga alapszakaszának rangadóján Hollósi László együttese 3-2-re verte a Békés Csabát. A nyíregyháziak a hétvégén a Vasas otthonában lépnek pályára. A kupagyőztes fogadta a bajnokot, amelyet idegenben már legyőzött ebben a szezonban. Az első játszmát 19-re, a másodikat 16-ra nyerte a Fátum Nyíregyháza, és ekkor úgy tűnt, hogy hamarosan véget ér a mérkőzés. A Békés Csaba azonban nem adta fel, előbb szépített, majd egy maratoni 28-an nyert szettel kiegyenlített a vendégcsapat. A döntő játszmát a Békés Csaba kezdte jobban, a nyíregyháziak azonban fordítottak, és végül 3-2-re megnyerték az összecsapást. Az első két játszma nagyon szépen sikeredett, tehát tényleg domináltunk, amit elterveztünk, az működött, úgyhogy nagyon elégedett voltam a lányoknak a teljesítményével. De hát nyilván a magyar bajnok ellen játszottunk, úgyhogy nem várhattuk azt, hogy itt egy ilyen teljesen végig diadalmenet lenne. Utána a harmadik játszmában a Békés Csaba megmutatta az erejét, ott is egy kiélezett mérkőzés volt. Kicsit talán a negyedik játszmáért kár, mert ott már gyakorlatilag 22-18-23-20-as állásról mindenki úgy gondolta, hogy 3-1-el be is fejezhettük volna ezt a mérkőzést. Örülök tényleg annak, hogy az ötödik játszmát sikerült hozni, és én még egyszer nagyon szépen köszönöm a nyíregyházi közönségnek. Rég éltem át ilyen emocionális töltetet, amit a szurkolók adtak nekünk. Hollósi László elmondta, nem ünneplik túl a győzelmet, mivel sok fontos meccs vár a csapatra a következő hetekben. Én a lányoknak mindig azt mondom, hogy ami ma elég volt, az holnap már nem elég. Tehát most van egy hetünk a Vasas ellen, ameddig meg kell próbálnunk még emelni a játékszínvonalát. Lassan kezdődik egy fontos kupamérkőzés, arra egy hónapunk lesz, úgy néz ki, úgyhogy addig még inkább két lépcsőfokot feljebb kell lépni. Úgyhogy én ezt szeretném tudatosítani a lányokban, hogy továbbra is kőkeményen kell dolgozni, hiszen a riválisok is ezt teszik. Az extraliga tabelláját a Vasas vezeti 6 győzelemmel és egy vereséggel az azonos mutatóval rendelkező Fátum Nyíregyháza előtt. A harmadik Békés Csaba 4 győzelem mellett 4-szer szenvedett vereséget. Második bajnoki meccsét is megnyerte a Sunshine Nyikse. Kovács Tibor együttese a Békés Csabát fogadta, és a vendégek 97-66-os vereséggel távoztak a Bánki Torna csarnokából. A nyíregyházi kosarasok szerdán Debrecenben lépnek pályára. A teljes kerettel érkező csabaiak az első negyed derekáig tartották a lépést a hazaiakkal, 10 perc után viszont már 7 ponttal vezetett a Nyikse. A második negyedben újabb 10 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, fordulás után pedig még tovább nőtt a különbség. A záró negyedben már a fiataloknak szavazott bizalmat Kovács Tibor edző, de a különbség nem csökkent, így végül magabiztos 31 pontos győzelmet aratott a Sunshine Nyikse, amelyben mindenki kivette a részét a sikerből. A két meghatározó játékosunk, Szavics és Asztalos Pisti mellett, akik korban is már a rutint képviselik, most végre a fiatalok is, és sorolhatnám Nyíri Petitől, Sipos Timóton, Nagy Danin keresztül a fiatalokat. Pluszként még azért annak is örülünk, hogy a munkahelyi elfoglaltságok mellett Takács Máté, illetve Zajácz Krisztián is olyan teljesítmény nyújtott, ez pontokban is megmutatkozott, amiben tavaly nagyon nagy segítségünkre voltak. Az idén kevesebbet tudnak edzeni, de a hozzáállásuk most is azért nagyon jó volt. A nyíregyháziak szerdán Debrecenben a három meccs után még hibátlan, de az Campus Fesztivál ellen lépnek pályára.
Azért azt ki kell emelni, és azért a kosárlabdában járatosak tudják, hogy Debrecenben azért nagyon jó az utánpótlás képzés, nagyon sok kosárlabdás van, aki a kiöregett az egyetemi évek után az NB1 át, vagy NB1B-t nem bírta el, de olyan rutinnal rendelkezik, hogy ebben a mezőnyben nagyon-nagyon meghatározó játékosokról van szó, és nagyon jó csapatról. Tavaly mögöttünk végeztek a bajnokságban. Nagy bravúrral, én azt mondom még most is, hogy bravúrral sikerült előjük kerülnünk. Idegenben játszunk, feljövőben vagyunk. Én bízom benne, hogy az előbb említettem, hogy ez a mérkőzés is egy nagyon jó felkészülés volt már a Békés Csabai mérkőzés is, a következő debreceni mérkőzésre. Hát természetesen nagyon nehezen bízva a csapatunkba, azt mondom, hogy tisztes helytállás, de azért én titkon több jobb eredményben reménykedek. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Ceglid vezeti 5 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Deac 2-t és Deac Campus Fesztivált. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. November első hetén átlépte a 300 ezret a kisadózó vállalkozások tételes adóját választók, ismertebb nevén a katázók száma. Ez azt jelenti, hogy már majdnem minden harmadik cég ezt az uniós szinten is példaértékű adózási módot választja. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is már több mint 11 ezer egyéni vállalkozó adózik ilyen formában. Kovács Judit író kapta az egyik megyei Prima díjat idén, őt a magyar irodalom kategóriában jelölték. Műveiben a 20. század nagy traumáit dolgozza fel, mint például a háború, a gulág, az üldözések. Regényeihez számtalan interjút készített, hogy az alkotásaiban hű módon ábrázolja a történelmet. Egy 1 milliárd forintos topos pályázat részeként Nyíregyházán negyedik iskolaként újult meg a Kazinczy Ferenc tagintézmény. A közel 154 millió forintos fejlesztés során az épület homlokzati és vízszigetelést kapott. Színezéssel együtt, valamint a radiátorokat is kicserélték az iskolában. A beruházásból már csak a takarítás van hátra, de az energia megtakarítást már érzik az intézmény dolgozói. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 13-án kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, megszűnik a párásság. Ma este északnyugat felől hideg front érkezik, ami meghozza az első hideg hullámot. Az esti órákban erősen megnövekszik és megvastagszik, majd hajnalban felszakadozik a felhőzet. Kisebb eső is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, de többnyire napos idő várható. Gyenge zápor is előfordulhat. Az északi szél helyenként megélénkül. Délutára 13 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás várható térségünkben. A következő napokban kelet felől egyre hidegebb levegő érkezik fölénk a magasban. A hét végéig sok napsütésre számíthatunk, ám ennek ellenére csökken az éjszakai és a nappali hőmérséklet is, és péntektől egyre több felé csökken éjszaka fagypont alá a hőmérséklet, és jóval hűvösebbek lesznek a nappalok is. Vasárnap északkelet felől egy újabb hidegfront éri át térségünket, hatására tovább csökken a hőmérséklet, és néhol záporokra, a hegyekben hózáporokra is számíthatunk. A jövő héten folytatódik a hideg, változékony idő.